Sziasztok! Egy előző videóban már meséltem arról, hogy nagyjából hogyan is telik itt a tábori élet, de ma megmutatom nektek, hogy mit is dolgozom egészen pontosan. Általában minden reggel 4-8-kor kelünk, elkészülünk, reggelizünk a tábori munkatársainkkal és a gyerekekkel együtt. Ezután 8:30 körül elindulunk a Dékenbe, ami körülbelül egy 20 perces sétára van az ott alvós tábortól. Az én táborom két részből áll, a Dékenből, azaz a napközis táborból, és a rezidenkemből, vagyis az ott alvós táborból. Azok a nemzetköziek, akik a napközis táborban dolgoznak, az ott alvós részen laknak, a többiek viszont a környező városokból járnak be minden nap dolgozni. Mielőtt megkökkennétek, ez a séta persze nem kötelező. Azoknak, akik nem akarnak sétálni, van lehetőség tábori kocsival menni, de mivel elég frissítő reggel ez a kis kirándulás, páran minden egyes nap megtesszük ezt az utat, csak úgy edzéskép. 3:49-re kell beérnünk a táborba, mivel 9-kor érkeznek a buszok a gyerekekkel. Ezután robstápként az első utunk a robsetbe vezet, ahol minden felszerelést megtalálunk, hogy beindíthassuk a kalandparkot, ebbe beleértve mind a magas és az alacsonyabb kötélpályát, valamint a mászófalat. A második, harmadik és negyedikes gyerekek foglalkozásai mászófalon történnek, ami körülbelül 5 méter magas. A biztonsági előírásoknak megfelelően minden reggel felszereljük, az alsó köveket felrakjuk. Ezeknek a mindennapos felhelyezésére és lebontására azért van szükség, hogy semmiképp ne tudjon senki felmászni rá képzett szakemberek, azaz a tábori robsta felügyelete nélkül. Megkötjük a csomókat, ellenőrizzük a köteleket, majd kikészítjük a sisakokat, beülőket, hevedereket és karabinereket is. Ezt követően a kötélpálya koordinátora teszteli a tábori óriáshintet, ami 15 méter magas, és igen, minden egyes nap, amikor használjuk, a létesítmény felelősének tesztelnie kell. Természetesen abszolút biztonságos, de ha valaha leszakadna, akkor alatta kell, hogy leszakadjon. A nap folyamán pedig biztosítjuk a gyerekeket, és a legtöbbször mi magunk is felmegyünk a pályára, hogy biztassuk a táborozókat, segítsük őket a nehezebb pályákon, fizikailag és lelkileg is támogatjuk őket, hiszen az eszközök nem csak, hogy elég magasan vannak, gyakran felnőttként is igen nehéz teljesíteni, főleg a bonyolultabb pályákat. Így nem is kérdés, hogy nekünk, ropstaffnak is hozzá kell lesz szoknunk a magaslati levegőhöz, hiszen nap mint nap teljesítenünk kell ezeket a pályákat. Némelyik játék, például az óriás hinta, sokszor okoz nehéz pillanatokat az itt dolgozóknak is, hiszen a magasság és a szabad esés miatt bizony a gyerekeket olyan hatékonyan biztató táboroztatókat is gyakran ugyanúgy biztatni kell. Én is minden héten igyekszem legalább párszor hintázni, és eddig kétszer már sikítás nélkül is sikerült. A nap végén persze valahogy le is kell jutnunk a pályákról, és természetesen jut idő a saját szórakozásunkra is. A biztosító köteleket és egyéb eszközöket lehozzuk, minden a földről elérhető játékot gyerekek számára nem megközelíthető magasságba helyezünk, lebontjuk a mászófalat, minden kötelet és felszerelést visszateszünk a ropsetbe, pontosan olyan rendben, ahogy ezt reggel találtuk. Majd ellenőrizzük, hogy mindent szépen és biztonságosan hagytunk. Ezután pedig a tábor többi részén is segítünk, csatlakozunk a táborozókhoz, majd a nap végén rendbe rakjuk a közös tereket is a többi munkatársal együtt. Miután pedig mindennel végeztünk, elindulunk vissza a rezidenkembe, ahol vacsorázunk, majd csatlakozunk az esti programokon résztvevő táborozókhoz.